Csütörtök délután folytatódott a több évre visszatekintő Idősek Akadémiája előadás sorozat. A szervező Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítványa időről időre ingyenes előadásokat szervez az időseket érintő érdekes és hasznos témákban. A 2022-es tavaszi időszakban elsőként Boronkai Ferencné, a Tuzson János Botanikus Kert nyugalmazott vezetője érkezett a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ nappali ellátócentrumába. A Varázslatos Virágbirodalom című előadásában többek között arról is beszélt, hogy egész életét a növények között töltötte, illetve már-már hihetetlennek tűnő 800 éves tölgyfákat és 2700 éves olajfákat is megemlített bemutatójában. Köszönöm a Teremtőnek, hogy erre a pályára, illetve életutat szánt nekem 50 év. 50 év az ember életébe sok embernek nem is több, mint a fele élete. Van, aki megéri, hála Istennek a százat is, de az 50 év minnyájunk számára arany bűne. És így a mi botanikus kertünknek is mondhatom azt, és hogy én a gondolat születésétől, a létrejöttétől a 35 évéig ott voltam, illetve azóta sem engedtem el a kezét. Az Idősek Akadémiája tavaszi program sorozata jövő héten csütörtökön, május 12-én folytatódik. Akkor Bene Ágnes, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának tanársegédje tart majd előadást az időskori boldogság forrásai címmel. A folytatásban több egészségügyi témát is érintenek majd, és neves szakemberek érkeznek a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központba. A testi és lelki egészség kapcsolata témakörben dr. Kis Csaba háziorvos tart előadást. Az időskori szűrővizsgálatok jelentőségéről pedig dr. Pap Katalin, főiskolai docens beszél majd a résztvevőknek, de a szenior örömtáncot is bemutatják majd az Idősek Akadémiáján. A tavaszi programok egészen június 2-ig tartanak majd.